ezek pedig kérjük szép urat köszöntésre. Sajnálom, hogy a rossz idő miatt kicsit kevesebben jöttünk össze, de bízom benne, hogy a hangulat viszont a nagyobb lesz. Úgy, kedves vendégeim, támadat az a tiszt, hogy egy pár sorban, pár mondatban köszöntsem önöket. Sok szeretettel köszöntöm akkor a megjelenteket. Most, hogy már harmadik alkalommal köszönjük a szép urakat, ott motoszkál a fejemben a gondolat, hogy ki is lehet szép korú. Végül segítségül nyújtam az utat és az életedet. Ott a következőket találtam. Ősi és élet kultúrákban az öregeket nem azért tisztelték, mert fáradtságos életükkel kiérdemelték, nem is ahol a józan előrelátásból, hogy egyszer én is öreg leszek, és milyen jó lesz, ha nem hagyítanak majd a szemétre, hanem azért, mert a lélek még érzékenyebb volt, a szellem nyitottabb, és az öreg ember egy óriási élet tapasztalatával olyan értékeket jelenített meg, amely a fiatalabbak számára vonzó és kívánatos volt. Az öreg ember akkoriban nem teher volt, hanem felbecsülhetetlen érték. Nem azt nézték, milyen tudatú a teste, hanem hogy ki lakik benne. Az öregkornak számtalan erénye van. Élman azt mondta, az életkor az egyik legfontosabb erénye, a higgadtság, amely türelmesebbé tesz másokkal és önmagunkkal szemben. Kevesebb indulattal viselkedünk a szokatlan jelenségek iránt, és több tárgyalossággal ítélünk. Megnyugták már az élet nagy merész csatáit. A lelkükben dúló viharok lassan lecsendesültek, lehet, hogy fiatalon az élet becsét nem érezünk, sokszor pazarlóan vártak lehetőségeikkel, de az élet adta tapasztalatok idővel bölcsességén nem esettek. Ha már tudják, mindennek rendelt ideje van, és helye van az ég alatt minden akaratnak. Ugye milyen szépen fogalmazták meg annak az időskor erényeit? A szívemből szólottak. Kívánom az idősség szépkorúaknak, hogy bajai, problémáik ellenére is élvezzék az életet minden egyes pillanatát, mert hatalmas ajándék az élet, és épp olyan kincs, hogy embernek születtünk. Az év minden napján érezzék a család, a társadalom megbecsülését. Érezzék, hogy szükség van önökre. Érezzék, hogy vannak dolgok, amit jobban tudnak, vannak dolgok, amit csak önök tudnak. Köszöntöm végén, kívánok mindannyiunknak jó egészséget, boldogságot családjuk körében. És kérem, találtam egy verset még az interneten, amit szeretnék elmondani, mert én úgy érzem, hogy Tomboszki Istvánnak szavai, amit tolmácsolni kívánok, az nagyon helyén való. A vers címe: megérdemlik. Megérdemlik az idősek, szeressék, tiszteljék őket. Háborút és forradalmat, több kormányváltást átéltek. Kedves arcukon úgy látható az élet nehéz barázdáit, életkedves mosolyukban a nehéz sorsukat lehet látni. Gyermekeket, unokákat és dédunokákat neveltek, becsületes, dolgos embereket adtak a földi életnek. Az öregek még szeretnének meleg családi körben élni, szívből kívánom az öregkort, egyszer mindenki meg tudja élni. Köszönöm szépen! A programunkban négy szereplő lesz. Szeretném a szereplőket megkérni, hogy jöjjenek el a színpadra az előadásra. A minden szereplőnél kérem majd, hogy saját magát konferálja le az előadott művet. Úgyhogy elsőként Katona Sárát kérném. Én is tanulója vagyok, és a mennyő az anyja, és a pásztorokat fogom megkúrjázni.
valóság. És ilyes fomba. Mind.
Most pedig egy karácsonyi dalcsoport következik.